A Pécsi Tudományegyetem kultúratudományi, pedagógus képző és vidékfejlesztési kar is megnyitotta a 2021-2022-es tanévet. Közel 370 hallgató kezdi meg felsőfokú tanulmányait. Nagy az érdeklődés az új gyógypedagógia szak iránt, van, aki egészen Dunaújvárosból érkezett. Voltam gyakorlaton gyógypedagógia asszisztensként, és láttam azokat a csillogó szemeket, és úgy eldöntöttem, hogy én is ilyen szemeket akarok látni. Azonban a kar egyik legnépszerűbb szakiránya továbbra is az óvodapedagógia. Gyerekekkel szeretnék foglalkozni, és nyáron dolgoztam óvodába. Tudatos tisztelettel köszöntöm az elsőéves hallgatókat. Az eseményen Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője is jelen volt. Ünnepi beszédében többek között a nemzeti nevelés fontosságáról beszélt. Nekünk itt Magyarországon nem a magyar nyelvet kell megőrizni, hanem azt a kultúrát, amit magyar kultúrának hívunk, nevezünk, azt kell nekünk magunknak is elsajátítani és továbbadni majd a gyerekeknek, és természetesen, ha már pedagógusokról van szó, akkor törekedjünk arra, hogy minél inkább szépen beszéljünk, és a szép beszédet tudjuk továbbadni a gyerekek felé. Potápi Árpád János továbbá arra kérte a hallgatókat, hogy aki még nem tette, az éljen az oltás lehetőségével, ugyanis csak így biztosítható a jelenléti oktatás.